A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet immár 14. alkalommal rendezték meg Balaton-Almádiban, a Néreusz Park Hotelben. A konferencián olyan neves előadók voltak jelen, mint például David Singleton, írnyelvész professzor. A pszicholingvisztika kutatási témája maga a beszédtevékenység, a nyelv elsajátításának folyamata, melyről Navracsics Judit, egyetemünk egyik neves oktatója nemrég jelentetett meg egy könyvet. A pszicholingvisztika kiterjed a kétnyelvű gyerekek nyelvelsajátításának kutatására is. A konferencián előadást tartott Kies de Bot, holland professzor, valamint egyetemünkről Navracsics Judit és a Szegedi Tudományegyetem egyik oktatója Sári Gyula, akinek az alak és formalátás idegi mechanizmusai a fő kutatási területe, illetve agykutatással is foglalkozik. A konferencia célja az volt, hogy a nemzetközi kutatók találkozzanak és legújabb kutatásaikról beszámoljanak. Most megalakul egy nemzetközi második nyelvelsajátítás kutatási csoport, aminek lesznek lengyel, szlovák, szlovén, szerb, magyar, albán és ír résztvevői. És ez a kutatócsoport itt most fogja kijelölni a kutatási témát, hogy akkor miben fogunk dolgozni, és nyilvánvalóan innentől kezdve, hát nemzetközi pályázatokon próbálunk természetesen támogatást kapni, de itt a cél megint az, hogy ezt a régiót egy kicsit tudományosan is közelebb hozzuk egymáshoz, és ennek lehetőség szerint mi legyünk a központja. A Balaton tökéletes helyszínt nyújtott a konferenciának, ahol a kutatók és az oktatók még jobban megismerhették egymás kutatási területét.